Teltház lesz pénteken a magyar-román labdarúgó EB-selejtezőn, amely a dárdai pált váltó német Bernd Stork kapitány debütálása is egyben. A tavalyi bukaresti döntetlen előtt mindkét ország válogatottját is irányító meggyőztes edző, a nagyváradi Jenei Imre Romániát érezte erősebbnek, amikor itt beszélgettünk. Most ismét felhívjuk, érdeklődünk a mostani benyomásairól itt a román keretszűkítés után, úgyhogy Jenei mester van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Imre, amikor legutóbb ugye ősszel beszélgettünk, akkor román győzelmet jósolt inkább, bár nem zárta ki a magyar meglepetést, emlékszem abban az interjúban. Végül is az, hogy ott be, az a része jött be az elképzeléseinek, hogy hát ha a magyarok meglepetést okoznak, végül is okoztak meglepetést. Ennek Dárdai Pál felkészültsége volt az oka? Hát én nem hinném éppen, hogy Dárdainak, persze ő is nagyon sokat számított ebbe a játékba, de a román játékosnak a gyengesége volt ez azon a meccsen. Mert most is bajok vannak, mert nagyon sok játékos játszik kint, külföldön, jobban mondva, csak azt mondjuk, hogy játszanak, mert nem játszanak, hanem ott tartalék is, persze, hogy a kapitánynak nagyon-nagyon nehéz dolgai vannak, hogy egy jó 11-est össze tudjon rakni, mondjuk. Igen. Na most javult-e a véleménye a legutóbbi románok elleni EB-selejtező meccs óta a magyar válogatott erejéről? Hát igen, az utolsó meccsen, amit láttam, máskülönben azt hiszem, hogy az írekkel játszottak, vagy azt a meccset láttam én, akkor az írek, akik nem egy könnyű ellenfél, a magyarok egész jól játszottak azon a meccsen. Az északírek ellen most fogunk játszani, mert ugye az a legelső meccsünk volt, az a Betli, hanem ugye mi a finnekkel játszottunk, a finnekkel játszottunk ezen a bizonyos idegenbeli meccsen, amikor nyertünk, igen. Persze a finekkel. Úgyhogy látszik valami a csapatba, tehát először is pszichológiailag mondom én, hogy egy kicsit fel spriccelték a csapatot, és a játékosok a pályára mennek igazi akarattal, hogy hát kérem szépen, mi magyarok vagyunk, és játszani akarunk, és győzni akarunk. Tehát milyen furcsa talán, vagy lehet, hogy nem is furcsa, de minthogyha akkor egy év német mentalitást tudott volna javítani a magyar labdarúgókon? Hát lehetséges, hogy ez is benne van a játékba, de ugyanakkor a játékosok is már nagyon sok kritika volt, ugye, a csapat ellen is, akkor persze, hogy a játékosok is azt mondják, hogy kérem szépen, majd megmutatjuk, mi majd most. És hát ez lenne a legnagyobb segítség az eredmény elérésére. Na most megint egy ilyen meg kell mutatnunk, na most, sorsdöntő mérkőzés előtt vagyunk. Lehet, hogy furcsa a kérdés, de kinek fontosabb ez a pénteki mérkőzés? A magyaroknak vagy románoknak? Hát én azt mondom, hogy mind a két csapatnak. Mert hogyha a románok megnyerik ezt a meccset, vagy döntetlen csinálnak, mindjárt 3 nap múlva játszanak a görögökkel Bukarestbe, és tudjuk azt nagyon jól, hogy a görögök nagyon rosszul jelentkeztek erre az európai selejtezőre, és gyenge eredményeik voltak, és hát én azt hiszem, hogy ez a meccs fogja eldönteni, hogy kicsoda fog direkt menni az európai bajnokságra. Ugyanakkor a magyaroknak is még sanszuk van, ugye a 3. helyen vannak, 2 ponttal vagy 3 ponttal vannak lemaradva, és hogyha Pesten tényleg meg tudják azt játszani, amit mondjuk, hogy tényleg Dárdai egy év alatt valamit tett oda, mert nem lehet egy év alatt, nem tud éppen, pláne amikor válogatóról van szó, és néha-néha találkozik a csapattal. De lehetséges ez is pszichológiailag. Tehát, hogyha nem is a pályán technika, taktikai módon tudja megmondani, hanem pszichológiailag rá tudja, belé tudja beszélni a játékosokba azt, hogy jók vagytok, és hogy győzni is tudtok ezen a meccsen.
Hadd kérdezzem meg, hogy ugye az ő munkáját egy másik kapitány, Bernd Storck folytatja most a magyar válogatottnál. Ugyanakkor kapitányváltás után van Románia is. Milyen állapotban van most ez a román keret, ez a román válogatott, mit gondol? Hát én megmondom őszintén, hogy ugye a kapitány az egy nagyon jó, mondhatnám úgy, hogy technikailag, taktikailag egy nagyon képzett edző, megvan neki a tapasztalatja is, de ahogy mondtam, nagyon nehéz neki abból a szempontból, hogy nehéz összerakni 18 egy keretet, uh-huh. mondjuk, és abból a 11-et a pályára, mert sok játékos, legtöbben kint játszanak, mint én, az araboknál. Uh-huh. Ugye ott nincs egy olyan nívó, hogy hát meg tudja az európai nívót érinteni. És hát gondolom, hogy ezek a játékosok, ismerve őket, mégis ők fogják, be akarják bizonyítani ők is, mert hát az újság, a tévé már elég sokszor leírta őket, és hát én ismerem ezeket a játékosokat nagyjából, és tudom, hogy van bennük egy ilyen, egy ilyen akarat, hogy kérem szépen, most van még két meccsünk, ezt a meccset, ha megnyerjük, akkor már mi ott vagyunk kint uh-huh. az európai bajnokságon, és plusz, hogy hát nem mindegy az olyan játékosok, akik még nem is voltak kint európai meccsen. És hát ez ugye jó a karrierjének is. Hát világos, ahogy mondta, tehát azért szegény Jordanescu kapitány is vízzel főz, a válogatási lehetősége nem végtelen. Vasil Mirjusza László azt mondta, hogy szerinte döntetlen lesz ez a mérkőzés. Ez kinek lenne jó? Hát a magyarok, a románoknak jó lenne. Megmondom őszintén, mert kint játszanak, tehát Pesten Igen. játszanak, és akkor egy pont az nagy dolog lenne. 3 napon játszanak a görögökkel, remélem, hogy görögöket meg fogjuk verni, és akkor már egy előnye van a román válogatottnak. Körülbelül akkor ilyen típusú játékra is számíthatunk a román válogatottól, gondolom én, csak erősítsem meg, vagy pedig mondja azt, hogy rosszul gondolom, amit döntetlenre törekszik elsősorban? Nem hinném. Nem? Ahogy ismerem Jordan, és is, hogy vele dolgoztam, együtt dolgoztunk máskülönben. Igen, azért is kérdezem. Azt mondhatnám, hogy nem áll be védekezni. Nem fog beállni védekezni, fog támadni is, vagy... Uh-huh. Tehát támadó. Támadó román csapatra van, számoljon. Amikor, igen, tudja, uh-huh. hogy van, amikor felállítjuk a csapatot, ugye, a kapussal kezdjük, nem a centerrel. Uh-huh. Tehát akkor azt jelenti, hogy a kapus a védők, középpályások, tehát akkor először a védekezésre gondolkozol, ne kapja gólt, és utána majd reméljük, hogy rúgunk gólt. Hát meglátjuk, mester, minden esetre köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatai, köszönöm, viszont hát, minden jót kívánok, és egy dolgot szeretnék, csak hogy a labdarúgás, ebből a meccsből a labdarúgás valamit nyerjen. Ez a lényeg, és mind a két csapatnál, így legyen. Mind a két országnál. Így legyen, viszont hallásra. Igen, viszont hallásra.